Bár az orosz-ukrán háború már csak nem két éve kirobbant, gazdaságilag 2022 végén, 2023 elején éreztette ez leginkább hatását. Az energiaárak az egekbe szöktek, és jelentős infláció emelkedés is bekövetkezett. Kovács Sándor, a Vármegye Szatmári térségének országgyűlési képviselője azt mondta, rengeteg parlamenti intézkedésre volt szükség ahhoz, hogy a családok terhei csökkenjenek az elmúlt év végére. Társadalompolitikai szinten a háborús infláció zavarta meg az embereket, a mindennapokat, hiszen gazdaságilag egyre nehezebb volt, és a kormány intézkedése, hál' Istennek 2023 végére sikerült megfogni mesterséges intézkedésekkel az inflációt, amit az emberek lassan már éreznek, a nyugdíjasok fognak érezni, mert most januárban lesz egy 6%-os nyugdíjemelés visszakompenzálva, és ugye a 13. havi nyugdíj kifizetése is megtörténik 100%-ban. Ugyanakkor a munkavállalók és a munkáltatók között már novemberben megtörtént a 2024-es minimál bér és szakmai minimum bérnek az egyeztetése, amelyet december 1-ére előre hoztunk, tehát ez 13 hónapot fog jelenteni. Ez az állami gazgatásban és a számvitelben dolgozóknak egy kicsit plusz munkát jelentett, hiszen évközben kellett átállítani az adatokat a számítógépen, az illetményeket, de ezt is sikeresen vettük, úgyhogy azt gondolom, hogy egy rossz kezdés után egy intézkedés sorozattal teli évet zárt. Kovács Sándor hozzátette, nem volt a könnyű helyzetben a választókerület önkormányzatai 2023-ban, mint mondta, az Európai Uniós források visszatartása miatt kevesebb fejlesztés valósult meg, a települések biztos működését pedig a nehézségek ellenére is garantálni kellett. Ebben én több tárgyalásban részt vettem, többször találkoztam polgármester kollégákkal, biztosítottam őket a kormány segítéséről, intézkedések is történtek a hirtelen megnövekedett energia számlák kiegyenítésére, tehát ezt is sikeresen vettük, viszont ez ugye választási év jön, a 2023-as beruházások, azok kihatása vannak a 2024-es választásokra, de nagyon sikeresen szerepeltünk a Top Plus programban, a választókerületek településein, és ezeknek most térnek be, hiszen ott még tervek nélkül pályáztunk, tehát a választásokig vagy már meglévő tervekkel építkezéseket kezdtünk, vagy pedig a terveket most készítjük el. Tehát 24-ben, hogy úgy fogalmazok, a 23-as kiszáradás mellett, a 23-as évben meghirdetett Top Plus programokban nagyon sikeresen szerepeltünk, tehát lesz egy 24-es boom, hogy úgy mondjam. A szatmári térség egyik legjelentősebb beruházása az M49-es gyorsforgalmi út megépítése, amely Nyíregyházát és Szatmár-Németit köti össze. Az első 28 kilométeres szakasz kivitelezése néhány hónappal ezelőtt vette kezdetét, majd a második szakaszban további 17,5 kilométeres rész készül el az országhatárig. A román kormány emellett vállalta, hogy a határ és Szatmár-Németi közötti 12 kilométeres szakaszt is megépíti. Az M49-es gyorsforgalmi úttól komoly gazdasági fellendülést várnak a térségben. Az országban kettő autópályát építettek, az M4-est folytatták, és az M49-est elkezdték. Ennek az első és másik üteme, az első ütem Ökörító, Fülpöse és Őr közötti szakaszra van 183 milliárd, az Ökörító, Fülpöse és Csenger vonatkozásában 150 milliárd forint. Ez is elkezdődött, itt a kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, és jó hír, hogy 2026. november 30-a és december 31-e a befejezés, tehát összecsúszik a két befejezés, az azt jelenti, hogy 2026 végére szeretnénk, hogyha őri leágazástól már a csengeri határig ki tudjuk menni. Itt nagyon fontos a schengeni csatlakozás. Magyarország tölti be július 1-től az Európai Unió elnöki szerepét, és az egyik prioritás, hogy romániai schengeni csatlakozás, a gazdasági együttműködés, a dél-európai országok együttműködésének egy sarkalatos pontja lesz a romániai schengeni csatlakozásért. A magyar kormány mindent megtesz ennek sikere érdekében. Kiemelt beruházása még a térségnek a csengeri börtön megépítése, amelyet szintén néhány hónappal ezelőtt kezdtek meg. Az 1500 férőhelyes büntetés végrehajtási intézetet 80 milliárd forintból valósítják meg.